Minél inkább kontraproduktív az amerikai külpolitika, annál inkább gyengül a nemzetközi szerepe az Egyesült Államoknak. Összehozta az egyébként nem nagy szerelemben élő Kínát és Oroszországot. Az Európai Unió és az Egyesült Államok sikeresebben izolálta el, választotta le Oroszországot. Kulturálisan, gazdaságilag, politikailag, mint akár a hidegháború idején. Háború hatások Európa a hét legfontosabb történései stratégiai nézőpontból minden csütörtökön a Mondiner felületein. Folyamatosan friss tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mondiner nézőit és hallgatóit. Ez itt a Stratégia, én pedig Póca István vagyok. Eheti vendégem pedig Kis Rajmund, korábbi nagykövet, az MCC diplomáciai műhének a vezetője. Szervusz, köszöntelek, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Szia, és örömmel vagyok itt. Sok mindenről szeretnék veled beszélni. Kezdjük egy aktualitással. Kim Jong-un Moszkvában. Ez önmagában érdekes geopolitikai szempontból, meg diplomáciai szempontból is, hiszen egyrésztről nem egy utazásáról híres politikus, többnyire nem is szívesen látják <laughs> nagyon sok helyen, és Moszkvában most mégis mintha nyitnának irányába. Mit üzen neked, mit gondolsz erről? Hát azért tudjuk, hogy a kínai és az orosz kapcsolatai Kim jong eddig erősek voltak, valóban nyugaton nem látják és nem is utazna Ő szívesen. Utoljára talán 2019-ben Vietnámban volt, amikor Donald Trump elnökkel a szingapúri csúcs után volt a, a második fordulója. Az üzenete érdekes, lehet az orosz és az észak-koreai források, nem mint hogyha annyira transzparensek lennének, nem árultak el részleteket, a nyugati médiában azt lehet olvasni, és nyugati elemzők arra gondolnak, hogy fegyver- és töltény támogatásról tárgyalhatnak Észak-Korea részéről Oroszország irányába, és ennek fejébe pedig Oroszország élelmiszert és hadi technológiát biztosítana Észak-Korea részére. Nem tudjuk megerősíteni ezeket a híreket de az biztos, hogy ahogy a nyugaton érezhető egy tömbösödés és egy összezárás, természetesen Oroszország mellett, mögött is felsorakoznak országok, állami vezetők. Amiket te most elmondtál témák, azért azok olyan témák alapvetően, amik alacsonyabb szinten vagy most kis túlzással a telefonon is megbeszélhetőek. Mégis egy személyes találkozó. Van jelentősége annak, hogy most tippelünk ezekre a témákra, de hogy mégis azt mondják, hogy szükség van egy személyes találkozóra? István mindig szükség van személyes találkozóra, főleg, hogyha valaki háborút visel. És Észak-Kória is nagyon elszigetelt ország, mint tudjuk. Ha rendszeresen nem is, de a kínai vezetővel és Vladimir Putyinnal azért szoktak egyeztetni, ezért is ült vonatra, és Vladivostokban, pont a mai napon, ugye kedden veszük fel a műsorod, találkoznak nem messze az Észak-Kóriai határtól van jelentősége, azt mondod, annak, hogy személyesen nem. találkoznak. Tegyük hozzá azt, hogy azt is, amit az előző válaszban mondtál, hogy Vladimir Putin is szövetségeket keres. Tudatosan keresi ezt a szövetségest és ezeket a szövetségeseket, hogy nem nagyon van más választása. Kérdezem ezt azért, mert hogyha visszaemlékszünk és visszagondolunk arra az időszakra, amikor az Egyesült Államok elkezdett beszélni a, a gonosz tengeiről, akkor azért elég egyértelműen azonosította Észak-Koreát, Iránt, nyilván más országokat, és hát már akkor többen mondták, hogy hát ebbe a, a tengelybe előbb utóbb Oroszország is bele fog, fog tartozni, és na lám, itt tartunk, hogy Oroszország bele tartozik. Oroszország folyamatosan erősítette nemzetközi, politikai, geopolitikai, gazdaság, diplomáciai kapcsolatait Kínához hasonlóan. Mondhatom, hogy az elmúlt két évtizedben folyamatosan nőtt a politikai befolyása. Hát a... ezt nem most kezdte. Nem, ezt nem most kezdte. Ahogy Kína elkezdte az Afrika politikát, az India politikát a 2000-es évektől, ahogy tulajdonképpen a Nyugatnak a nemzetközi befolyása csökkent, nem csak 2008-tól a válság óta, ez kb. 2000-től érezhető volt, de főleg mondjuk az Egyesült Államokban az Obama adminisztrációtól, Érezhető volt Kína dominanciája és Oroszország belépése Afrikában, ugyanígy a Közelkeleten is érezhető volt egy váltás, Latin-Amerikában is az Amerika barát kormányok inkább gyengültek, és egyre fontosabb volt Kína és Oroszország kapcsolatai, a háborúval ez felgyorsult. Ez biztos, hiszen megindult a nato belül, az Európai Unión belül és az Egyesült Államok egyre kevesebb ázsiai szövetségesen belül is egy összetartás. Tulajdonképpen Ázsiában, most már Indonéziát sem nevezhetjük első számú szövetségesnek, maradt. Dél-Korea és Japán, mint a legnagyobb szövetséges az Egyesült Államoknak. Szerintem a legnagyobb csalódás éppen India, de erről majd később fogunk még ma beszélni. Az biztos, hogy a Háború óta nem csak tudatosan keresi a szövetségest Vladimir Putyin, hanem valóban kell is. Ha arra gondolunk, hogy például az Európai Unióba mennyi gázt exportált és egyéb nyersanyagot, vagy más nyugati országokba, akkor természetesen új forrásokat kellett találnia. Itt szintén Kína és India szerepe nagyon meghatározó volt. Jól értem, és lehet, hogy le tőle de hogy azt mondod, hogy azok a folyamatok, amiket most látunk. Amúgy is már hosszú ideje zajlanak, és amúgy is lezajlottak volna, vagy lezajlanának inkább a jövőben, de a háború csak egy katalizátor, és hogy is csak felgyorsította. Ez jól értem? Így van. Ez azt is jelenti, hogy ez egy ok Oroszország számára, és akár más szereplők számára is, hogy azt, amit réges régen elképzeltek, ne is, te már a fiókban benne van, és elő előveszik a terveket, hogy akkor azt most gyorsan végrehajtsák. Ez inkább gazdasági ok volt, hiszen az, az, Európai Unió versenyképessége az elmúlt évtizedben, de mondhatjuk az elmúlt 15 évben folyamatosan csökken. Az úgynevezett feltörekvő piacok, ami angolul még beszédesebb, hiszen az emerginget én azt szoktam mondani hogy inkább ré, tehát inkább megtalálják újra azt a piaci helyzetüket, ami mondjuk száz éve volt. Hiszen száz évvel ezelőtt, körülbelül vagy 150 évvel ezelőtt, Indiának és Kínának hasonló volt a gazdasági szerepe a világban, mint amit ma látunk. És inkább ezek a, a, a piacoknak a gazdasági szerepe teljesen megváltozott. A kereskedelemben is hiszen Kína lett a világ legnagyobb exportőre már évekkel ezelőtt, a második legnagyobb gazdaság az Egyesült Államok mögött. Érezhető volt Oroszország számára is, ahogy Magyarország számára is, hogy annyira gyenge a válságkezelő kapacitása, képessége a nyugati partnereinknek, hogy muszáj másfelé is néznünk, muszáj új piacokat biztosítani a magyar kis és a magyar kis és középvállalkozások számára, és új befektetőket találni. Erre legjobb példa az elmúlt három évben. Kína és Kória volt a legnagyobb befektető Magyarországon. Csak azért hoztam ezt a párhuzamot a keleti nyitással és Oroszországgal kapcsolatban, mert más is látta ezt, a nyugati országok is látták, a nyugati országoknak a kétoldalú kereskedelmi gazdasági kapcsolata az elmúlt tíz évben sokkal intenzívebb volt, mint, mint akár a nyugati blokkon belül megerősülésről, felemelkedésről, pontosabban újra felemelkedésről beszéltél. És mondtál egy érdekes gondolatot, hogy Kínának és Indiának a nemzetközi gazdaságon betöltött szerepe száz éve volt azon a szinten körülbelül, mint ami most, és hogy valójában ez csak egy visszaerősödés arra a szintre. Viszont száz évvel ezelőtt nem volt ilyen szinten egységesített globális a, a, a nemzetközi politika, a gazdaság, nem volt ennyire sok összefonódás, mi történt a kettő között, és akkor itt, ha van kedved, akkor egy kicsit történelmi kontextusba, meg geopolitikai kontextusok felé, vagy vizek felé is Nagyon fontos, amit mondtál. Annyira össze van most kapcsolva, amit szintén nem mi magyarok találtunk ki, és nem is keleten és délen találtak ki. A nyugati partnereink, hangsúlyozom partnereink, hiszen még mindig mondjuk Németország messze a legnagyobb munkaadó Magyarországon, ha a külföldi befektetőinket nézzük, és a legnagyobb export partnere is Magyarországnak Németország, és az Európai Unió tagja vagyunk, és büszke tagja vagyunk a NATO-nak. Csak sokan félreértik a keleti nyitást, ez nem vagy-vagy. Alternatívát kell találni. A, az új rendeződés és, a, és az új világrendnek a, a keleti nyitását tulajdonképpen a nyugat kezdte el, mert olcsó munkaerőt keresett már a 80-as évek elején, és a kommunista Kínával elkezdte üzletelni, de mondjuk a, a szovjet keleti nyitást. Németország a 60-as évek végén kezdte el, az Egyesült Államok például a kommunista Kína felé a nyitást, pedig zseniálisan a 70-es évek elején Kissingerrel kezdte el, amikor tulajdonképpen ők pöckölték ki Tajvant a, a nemzetközi diplomáciából, hogy ezzel imponáljanak Kínának, és így elszigeteljék a Szovjetuniót. Tehát a nagy keleti politikailag, diplomáciailag és gazdaságilag is mindig a Nyugat kezdeményezte és a 80-as évektől ez a nagyon globalizált kereskedelem, ami óriási hasznot hozott a nyugatnak, ebből indult el egy óriási ipari és kereskedelmi forradalom az Európai Unió vezető tagállamai, de elsősorban az Egyesült Államok részére, hiszen még egy-két évvel ezelőtt is ö, több 10 millió ember Kínában, Indonéziában, Vietnámban, a Fülöp-szigeteken napi egy dollárért dolgozott a, a nyugat legnagyobb világcégeinek. Tehát ezt a gazdasági keleti nyitást egyértelműen ők fölözték le, és ebből a most már transnacionálisnak hívják ezeket a globális multinacionális cégeket, a profit ott maradt. Ezzel azt is mondod, hogy a nyugat hívta be ebbe a saját magától elképzelt globális méretű mért piacba a Kínát, Indiádásra, akkor beszéljünk Kínáról, és akkor a, amiről meg most sokan beszélnek, vagy hogy rettegnek, hogyha mondjuk akár egy ekonomisztot olvasunk, vagy a uh, Financial Times és hasonlók, hogy Kína, mint hogy mi elszabadult, és uh, be, kinyitották az ajtót, és most mindent visz. A technológiát is az elején még a nyugat adta, akár Japán is, tehát kihelyezték a tömeggyártást, hogy ezzel versenyképesebb legyen az autóára, a telefonára, a tévé, bárminek az ára az olcsó munkaerő miatt, de ez nem csak munkaerő volt, hanem sokszor alapanyag, és a, a fiatal munkaerő plusz az iskolázott munkaerő is először csak összeszerelésről volt szó. De látni kell, hogy ezt a technológiát természetesen ebben is fejlődött Kína. A magyar rendszerváltozás után egy klasszikus példa, amikor egy vasedény kereskedő a 90-es évek elején rendelt több karton lakatot ő, Indiából, több konténer, bocsánat, megrendelt 30 ezer lakatot, de nem jött hozzá kulcs. Körben uh -huh. ilyen volt a kínai szintű ő, kereskedelem, hogy nagyon olcsó, nagyon olcsó, de a minőség nem volt az igazi. Azért most már látjuk. Le is másolták a technológiát, ami olyan szintre vitték a másolásnak a tudományát és a technológiáját, amit már nyugati egyetemeken úgy tanítanak, hogy innovációigért. Olyan szinten tudták lemásolni akár a japán, akár az amerikai vagy a nyugati technológiát. De ez természetesen ezt a nyugat kezdeményezte. Épp ezért nem lehet elszigetelni. Azt is látjuk a háború óta, hogy nem sikerült és nem is lehet a világ legnagyobb, a világ 11. legnagyobb gazdaságát elszigetelni Oroszországot. Mindenki a szankciókról beszél, miközben tudjuk az Egyesült Államok dúsító turánt. Háromszor a mennyiségben rendelt idén az első fél évben 250 milliárd forint értékben. Az Európai Unió tagállamainak van olyan tagállamok, ahol 40-50%-kal nőtt a kétoldalú kereskedelem Oroszországgal, amióta bevezették a szankciókat. Visszatérve Kínára, ez csak példa volt, tehát a Oroszországot nem sikerül az orosz gazdaságot elszigetelni, akkor hogyan lehetne a kínait, ami azért lett ennyire hiperkapcsolt a mindennapi életünkben, mert a német, a holland, az osztrák, az olasz, az amerikai, az összes nyugati cégnek ez volt a célja. Majd utána nem csak technológiai transfer, hanem alapanyag, és olyan kétoldalú gazdasági, kereskedelmi, ő kapcsolat alakult ki, amit nem lehet az egyik napról a másikra, sőt, talán már soha nem lehet elszigetelni. Tehát nem lehet szankcionálni, amit esetleg az Egyesült Államok szeretne, vagy az Európai Unió jelenlegi vezetése. Azt mondtad, hogy nem lehet Oroszországot uh, teljes mértékben kiszorítani Nem. És, Ez be, és bezárni. Ez tény, így van. Oké, okay. uh, ha az ember Brüsszelre néz, és a brüsszeli kommunikációt nézi, akkor mint nem ez lenne, hanem még azt ott tartana, hogy akkor Oroszországot újabb és újabb szankciókkal be kell szorítani, legalábbis meg kell büntetni, miközben azért látszik annak a nyoma, amit te is mondasz, hogy a német külügyminiszter már beszélt arról, hogy nem működnek a szankciók is. Itt jönne egy téma, amit uh, uh, szeretnék feldobni, ez pedig a, uh, az a téma, hogy az ENSZ, mint hogyha engedményeket. Tenne Oroszország, vagy szeretne tenni Oroszország irányába, kikerült egy levelezés az ENSZ hőtitkár, és ha jól emlékszem, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter között, amire arra lehet következtetni, hogy az ENSZ szeretne lépéseket tenni abba az irányba, hogy bizonyos szankciókat, szankciókon enyhítsenek annak érdekében, hogy Oroszország újra a Gabona Egyezményben részvegyen, és el tudjon indulni a szállítás. De akkor ez mégiscsak egy nem nem csupán egy, egy díj, nem csupán egy megállapodás, hanem azért itt már egy, egy nyitás látszódik. Jól látom? Nagyon helyes, és az ensz ez lett volna eddig is a feladata, és a diplomáciának ez a feladata, hogy tárgyaljunk, ha lehet személyesen, amit ugye korábban mondtam, nem lehet elszigetelni. Ezt a már több mint száz éves Henry Kissinger is mondta a háború óta, hogy a legnagyobb hiba, amit a nyugat elkövethet, hogy próbálja elszigetelni Oroszországot. Azon kellene gondolkozni, hogy hogyan lehet ezt a nagyon mély árkot inkább betemetni, mert ez a konfliktus nem vezet sehova, de az biztos, hogy ahova vezet, az nem jó irány. És 2022. májusában, amikor Erdogán elnök, Erdogán török elnök megegyezett, az ukrán elnökkel, Zelenszkijel és Putyinnal valóban az ENSZ főtitkár is támogatta, megszületett a Fekete-tengeri Gabona megállapodás, ami hozzájárult ahhoz, hogy 9 milliárd euró óriási összeg értékben Ukrajna exportálni tudjon. Nem tudjuk, hogy ez a teljes gabona szállítmány hova került ahogy nagyon sok mindenről természetesen nem tudunk, az biztos, hogy az első számú célpont nem a magyar fogyasztó lett volna, nem az európai fogyasztó lett volna, és arról hallunk, hogy azért jelentős mennyiség itt megakadt, hanem az úgynevezett rászoruló harmadik ország, Törökországnak stratégiai érdeke. Van és volt is ebben a megállapodásban: török hajókon, a boszporuszon keresztül megy a szállítás, majd onnan az afrikai országok felé, a valóban rászoruló országok felé pedig szintén török támogatással érkezne a gabona. A gabona nem egy termék. A gabona, a kenyérnek mindig misztikus jelentése is volt, minden vallásban megjelenik, a kenyér az életet jelenti. Tehát gabona nélkül nem tudnak élni kenyér nélkül, élelmiszer nélkül az afrikai országok. És azt is látjuk, hogy Afrikának milyen jelentősége van ebben a széttöredezett, rend nélküli világrendben, hiszen folyamatosan konfliktusok vannak a száhelővezetben a a szaharának a déli övénél ugye a Sahil Arabul övet jelent. Hat pucs volt az elmúlt egy évben, legutóbb éppen kettő, és a nigeri bizony elérte még Magyarországot és az egész világnak az inger küszöbét, mindenki beszélt róla. Az egyik probléma az az élelmiszerbiztonság, amit meg kell oldani a világban. Akár van Ukrajnában háború, akár nem, akár bárhol van, jelenleg 30-32 fegyveres konfliktus van a világban. Az élelmiszer biztonság prioritás, ezért gondolta az ENSZ főtitkár, hogy egyeztet Oroszországgal. Aztán közben az ukránok meg felháborodtak, vagy elárulták őket. Ukrajna bármin felháborodhat, szíve joga, nagyon sokan felháborodhatnak sok mindenen, hogy mi történik Ukrajnában. A válaszod, Akár néha még mi magyarok is. Az egyenezelőtti válaszodat azzal kezdted, hogy a diplomáciának a feladata az nem az elszigetelés, hanem a kapcsolatok a teremtése. Igen. Most viszont kicsit, mintha más látnánk az európai térben, hogyha visszaemlékszel, akkor azért a, a háborúnak a kitörését követően a német és a francia diplomácia próbált erőfeszítéseket tenni annak érdekében, akár magas szintű találkozókkal, személyes találkozókkal, hogy megoldást találjanak a problémára. Aztán utána valami történt, érdekelne itt is a véleményét hogy mi történhetett, mint hogyha ezt így elvágták volna, ennek vége lett. És most ott tartunk, hogy már Moszkva mondja azt, hogy nem lehet közvetítő a német kancellár és a francia elnök, mert hogy szerintem volt az érvelés, hogy a, az integritásokat, a hitelességüket játszották el, és ne is próbáljanak meg közvetíteni a felek között, mert Oroszország nem tudja őket elfogadni. Ez pontosan így történt, nagyon jól látod. Én optimista voltam, főleg a francia elnök személyét illetően az elnök választás előtt nagyon aktív volt Emmanuel Macron. Telefonon egyeztetett Putyinnal, telefonon egyeztetett Zelenszkijel, és nekem úgy tűnt, hogy mindkét elnök elfogadja, hm. kommunikálnak. Scholzról majd egy kicsit később, a német kancelláról. Majd jött az elnök választás, amit megnyert Emmanuel Macron, és eltűnt ebben a szerepkörében, mint azt gondoltam, hogy aki összehozhatja a békét, aki közvetíteni tud, ebben ez a kapacitása, ez a tevékenysége teljesen eltűnt, hogy mondta, mintha elvágták volna. Majd utána? Miért? Fogalmam sincs, hogy miért. Biztos, hogy nem belpolitikai oka volt, egyre nehezebb volt Franciaországban, ugyanúgy a gazdasági helyzet, Franciaország a legnagyobb energiaexportőr az Európai Unión belül, mint Európai Uniós tagállam, éppen a nigeri dúsított uránnak köszönhetően úgy tűnik, hogy tényleg minden mindennel összefügg. Tehát Nigerből megkapom a dúsított uránt, nukleáris energiám lesz, és azt fogom eladni többek között mondjuk hatszor annyiért Németországnak, akik egyébként megszüntették a, a, a nukleáris erőműveiket. Tehát, hogy miért esett ki ebből, miközben Franciaország Merkel távozása, lemondása, visszavonulása, inkább ez így tényleg hiteles, visszavonulása után, fel... Csinálhatott a remény, hogy akkor Európa és az Európai Unió új vezetője lesz. És eddig is, pont gazdasági érdekből, nagyon jó kapcsolatai voltak Oroszországgal. Nem csak Oroszországgal, egyébként a Keletről is, csak nekik lehet, nekünk nem. Tehát amikor mondjuk Macron elnök Kínával tárgyal több tízmilliárd euró értékű Airbus szállításról, akkor nem beszélnek Tibetről, nem beszélnek Tajvanról, nem kerülnek elő, emberi jogi aggályok, csak akkor majd nézzük meg, amikor októberben Orbán Viktor Pekingbe látogat, a nyugati sajtó azt fogja mondani, hogy antidemokratikus Kínába látogat a magyar miniszterelnök. Tehát a nyugati partnereinknek szabad. Az, hogy ez az orosz-ukrán közvetítés miért akadt meg, ennek biztos, hogy politikai, akár gazdasági oka van, nem kell minden mögött az Egyesült Államok érdekeit keresni, de néha valóban be kell nézni az ajtó mögé, hát ha igen. Németország tekintetében még sarkalatosabb a helyzet. Tehát Olaf Scholz most a koalíciójáról nem beszélve, egyébként, de hát a szociáldemokraták és a zöldeknek köszönhetően tulajdonképpen nincsen Németországnak mondjuk hadipara, és nem lehetett egy zászlót felvinni a színpadra, hogyha nyertek, mert aki szereti a hazáját, az ma Németországban náci. Ennek ellenére, és éppen ezért is, Olaf Scholz azt mondta 2022. márciusában, hogy maximum golyóálló mellényt lehet majd szállítani Ukrajnába, vagy sisakot. Tehát csak tényleg a védekezésre alkalmas eszközöket. És ez meg... így is volt. Aztán. Megint történt valami. Hát megint történt valami és a világ legjobb harckocsiaikat is a leopárdot is szállítja Németország és Bármit. Nézz bocsánat sok... nézzünk megint az ajtó mögé. Szerintem igen. Ez biztos, hogy nem a német érdek. Tehát az előbb utaltál a német külügyminiszterre nagyon helyesen, ugyanez a német külügyminiszter egy évvel ezelőtt azt mondta Kijevben, hogy őt nem érdekli, hogy mit mondanak az emberek Berlinben, őt az érdekli, hogy mi történik Kijevben. Ilyet, ilyet soha nem hallottunk még külügyminisztertől, de Németország külügyminiszterétől pedig számunkra akár fájdalmas is, mint kiváló partner és baráti ország ezen a nyilatkozattal a Kreml tulajdonképpen az Európai Unióra is azt mondta, hogy nem tud közvetíteni, és nem érdekes, hogy mit mond az Európai Unió ebben a helyzetben? De gondoljunk bele ugye, a helyzetükben, a tárgyalásban a legfontosabb, hogy én meghallgatlak téged. Sőt, amikor tárgyalunk, én meghallgatom, amikor én hallgatlak téged. Egyrészt van időm gondolkozni, ha nem csak én beszélek, tehát a monológ az nem dialógus. De az Európai Unió semmilyen párbeszédet nem folytat Oroszországgal, csak folyamatosan próbál csapásokat mérni, ami eddig egyébként nem volt annyira hatékony, sem gazdaságilag, sem politikailag. Van egy... Része, amire van egy külön elképzelésem. Az Oroszország hírnevéről és a bizalomról szól szerintem a nap végén az majd nagyon sokba fog kerülni Oroszországnak, amit elvesztett a háború mm -hmm. miatt, és szerintem az Európai Unió, és az Egyesült Államok sikeresebben izolálta el, választotta le Oroszországot kulturálisan gazdaságilag, politikailag, mint akár a hidegháború idején. És ez biztos, hogy nagyon fáj már most Oroszországnak, de biztos vagyok benne, hogy bármikor rendeződik a helyzet, itt lesz még egy generáció, aki ezt viselni fogja. Tehát teljesen azért nem úszta meg ezt Oroszország, de az biztos, hogy az Európai Unió részéről semmilyen gesztus nem volt, semmilyen kommunikáció nem volt. Lavrovval senki nem tárgyal, már előtte se, azért nézzük, tehát a háború előtt sem tárgyalt vele senki, és Putyinnal sem, úgy arról, amiről ő szeretett volna. Most ezzel kilőttük az Európai Uniót, mint lehetséges közvetítőt ebben a helyzetben. Az ENSZ, ha jól értem, akkor azt mondod, hogy ott van, most egy lehetőségként, mint közvetítő, de nézzünk egy picit más fórumok és kevésbé központosított fórumok irányába is. Kacsincsunk egyet, BRICS, G20. Egyik sem központosított fórum, így van, egyiknek sincs titkársága, lehet, hogy ezért is hatékonyabb, mint amely nemzetközi szervezeteknek van adminisztráció és titkársága, és egy hatalmas vízfejé növik ki magukat, kivéve a Kereskedelmi Világszervezetet, ahol négy évi képviseltem Magyarországot. De visszatérve a, a BRICS-re, azt gondolom, hogy a Dél-Afrikai Fórum biztos, hogy történelmi volt, főleg a bővítés miatt, hiszen hat új, országgal bővül, így nem csak a gazdasági szempontból is mindig ugye a létszámot mondják, de azért politikailag, geopolitikailag is tulajdonképpen lefedik a világ térképet. És ott a franciák. Igen, és azt gondolom, hogy, hogy az afrikai, afrikai térnyerése a BRICS-nek, akár most sokan gondolkozhatnak, hogy miért volt izgalmas Dél-Afrika után, ugye későbbi tagok Etiópia és Egyiptom, majd szerintem ennél is fontosabb Irán, Irán és Szaudarábia, arábia valamint Argentínának a 2024. január 1-es csatlakozása. Ezek az országok stratégiai fontossággal bírtak eddig az Európai Unió és az Egyesült Államok külpolitikájában, főleg mondjuk Szaúd-Arábia. Egyébként Irán is, mint ellenfél, de Szaudarábia volt a közel-keleten a legnagyobb szövetségese az Egyesült Államoknak. Az a Szaudarábia, amely kibékült Iránnal az ősi ellensége az Egyesült Államoknak kínai kezdeményezésre. Tehát ennyire változott meg a világ diplomáciai térképe, hogy Szaudarábia magától jelentkezett be a BRICS-be, amit hangsúlyoztak Dél-Afrikában, hogy nem egy nyugatellenes platform, indiai kérésre Kína megengedte ezt, hogy bemondják. Bocsánat, ez nem átállás akkor, hanem diverzifikálás, ha jól értem? Hát nálam inkább átállás. Hát inkább átállás? Is. Igen. Ennél tehát, ez erősebb. Tehát, hogy De ez, ez az 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 nem szó... és, hanem vagy. Tehát vagy az Egyesült Államok, ez, vagy BRICS. És igen, akkor mit akarnak a franciák? A franciák szeretnék a a nemzetközi régi és egyébként gazdaságilag jelenlegi valós befolyásukat is tartani, de nem fognak örülni a, a francia nézőink és hallgatóink, akik a műsorod nézik, de el kell mondani, hogy ezek a putcsok és a nyugat-afrikai putcsok azok sokszor francia ellenes véleményeket fogalmaznak meg, és tulajdonképpen a volt gyarmatbirodalom akar már gazdaságilag is leszakadni a párizsi köldögzsinórról. Én azt gondolom, hogy Franciaország a nemzetközi törekvései a következő években kevésbé lesz, lehetnek sikeresek, mint eddig. Akkor ezzel azt is mondod, hogy a franciák a BRICS kapcsolatokkal játékban akarnak maradni a volt gyarmatbirodalomban? Pontosan erre gondoltam. Hm. Vagy bárhol a világon, ahol van még frankofon száll. De közben azt is mondod a Brixel kapcsolatban, hogy ez vagy-vagy. Hát ez nem túl elegáns, de né az ember lehet őszinte. Én, ez, a franciák farónak ez... farolnak ki az Indi egyes, Indiának után, ahol... nem vagy vagy. India szeretné. India és Kína között fogunk látni egy egyre erősödő versenyt. A verseny nem baj, hogyha mind a két ország majd fejlődik. 2000... És nem háborúznak? Így van. Az idei évben, áprilisban az ENSZ számai alapján India lett a világ legnépesebb országa. A világ negyedik, ötödik legnagyobb gazdasága. Holdra szállás történt az elmúlt egy hónapban. Az biztos, hogy ez India éve. Ráadásul a G20 is tökéletesen megszervezték, senki nem bízott egy nyilatkozatban, Módi még azt is behúzta. Szerintem pont ezért, ezért sem ment Kína, nem akarta ez asszisztálni, hogy mindenki új delhiben tapsol. A világ leggazdagabb országainak a vezetői megköszöni az indiai miniszterelnöknek a, a, a fogadását, a, a az, hogy milyen kiváló házigazda volt, a vendégszeretetét, és mindenki gratulál neki hogy a világ 19 leggazdagabb országának a vezetőjével meg tudott egyezni egy olyan záró nyilatkozatban, ami történt. Szerintem ehhez nem akart asszisztálni Kína. Tehát azért hogy minden összefügg. Most tudom, hogy a BRICS-ről beszélünk, de látni kell, hogy India nem akart bővítést. India mondja azt, hogy nem vagy-vagy. Ráadásul pont Indiának van egy nagyon tehetséges külügyminisztere. Nem olyan tehetséges, mint a miénk, de egyébként Budapesten kezdte a külszolgálatát, és tőle kérdezték, tavaly Pozsonyban ott ültem az első sorban, amikor kérdezte tőle a Washington Post újságírója, hogy akkor Peking vagy Washington? És erre az volt a válasz, hogy új idej. Ő az indiai érdekeket képviseli, és nem érti, hogy mi ez az állandó vagy-vagy, amiben mi magyarok élünk. Mi tudjuk, csak más, hogy egy másfél milliárd lakosú ország mondja ezt, hogy ők indiai érdeket szolgálnak, akkor is, amikor négyszer annyi olajat vesz mondjuk Oroszországtól, mint az elmúlt években bármikor, az is indiai nemzetgazdasági érdek, ami miatt természetesen az Egyesült Államok folyamatosan ö, próbálja rábírni, hogy ne tegye ezt jól értem azt, hogy akkor ezt a vagy-vagy megközelítést, egyfajta unipoláris világrendet az Egyesült Államok nyom és erőltet, miközben a más versenytársai, használjuk ezt a kifejezést, Kína, India, részben Oroszország, más közelkeleti szereplők pedig nem úgy tekintenek erre, hogy vagy-vagy, hanem azt mondják, hogy egy multipoláris átalakulás, egy geopolitikai átalakulás, ami egyrészt együttműködés, másrészt verseny? Így van, de lehetne ebből együttműködés. Lehetne de nem háború egy... lesz ebből? Én nagyon remélem, hogy nem. Én mindig optimista vagyok. Én az orosz-ukrán háború előtt is nagyon reméltem, hogy sikerül megegyezni, sikerül tiszteletben tartani egy atomhatalomnak az érzékenységét, ami Ukrajnára vonatkozik, és a NATO-nak a korábbi. Ígéreteire, vagy a Nyugat ígéreteire, ez sajnos nem sikerült letárgyalni, ezért is lett a háború. Kína és az Egyesült Államok között az biztos, hogy nem olyan jellegű háború lenne, mint amit látunk, mint a, a különleges művelet Oroszország részéről, háború Ukrajnában, még akkor is, hogyha ez is egy proxi háború. Tehát akkor nem Tajvanban csapnának össze, vagy Tajvan fölött? Nagyon reméljük, hogy nem. Ami Tajvan, amit mondtam, tehát ezt is a Tajvannak a jelenlegi helyzetét is például az Egyesült Államok okozta és kért épp a hidegháborúban, amire már utaltam, Kissinger zseniálisan megszervezte egy pakisztáni útja után Nixon látogatását Kínába, és Sikerült leválasztani a, a Szovjetuniót, mint a legnagyobb ellenfelét az Egyesült Államoknak. Most pedig az amerikai külpolitika többek között összehozta az egyébként nem nagy szerelemben élő, Kínát és Oroszországot. Köztük egy pragmatikus gazdasági kapcsolat volt, illetve az ellenfelem ellenfele a barátom, kapcsolat volt a Nyugattal szemben, most viszont egy sokkal magasabb szintű stratégiai szövetség alakul ki Oroszország és Kína között, de ez pont azért, mert folyamatos támadások az alanya Kína is, és Oroszország is a nyugat részéről. Őket sem kell félteni, tehát ez nem ilyen egyoldalú. És Kína sokkal ö, határozottabb hangot fog szerintem megütni a jövőben, a nemzetközi kapcsolataiban is, amikor összehozta a történelmi iráni-szaudi megállapodást, több évtized után. Ez a két ország harcolt egymással, ugyanolyan proxy háborút folytatott Jemenben, vagy Libanonban, mint annó Vietnámban a Szovjetunió és az Egyesült Államok. És ezt Kínának sikerült megoldania. Nem az Egyesült Államoknak, az óriási meglepetés. Ez nem kell diplomatának lenni, mert mindenki látta, hogy az Egyesült Államok igyekszik a világ béke fölött örködni, és ha valahol konfliktus van, akkor szereti megoldani. Ezt most Kína oldotta meg. Sőt, miután az iráni-saudi megállapodásnál bábáskodott sikeresen, utána fogadta a palesztin elnököt, és már az izraeli kérdésről tárgyal Kína, hogy abban tud-e esetleg segíteni. Indiára visszatérve, indiai sokkal, magasabb és komolyabb széket fog magának kérni a nagyok asztalánál. Múlt héten szombaton volt ugye a G20 csúcs találkozó és amikor Joe Bidennel négy szem közt az indiai miniszterelnök, első között az ENSZ biztonsági tanácsban kérte a helyét, hogyha átgondoljuk a világ legnépesebb országa, atomnagyhatalom, még az Egyesült Királyságot is megelőzte gazdaságilag. A történelemnek azért van humorérzéke. Így Nagy-Britannia és az indiai gyémánt után India megelőzi a volt gyarmatartóját. Tehát valóban minden joga megvan ahhoz, hogy legyen egy széke. De, de erről beszéltek Dél-Afrikában, a, a BRICS csúcson is, hogy a globális dél és a kelet, a feltörekvő piacok, a a képviselete mennyire nincs arányban a gazdasági és a, és a lakossági, politikai, geopolitikai méretével. Ez így van. Tehát Minden azt mondott, nemzetközi hogy... szervezetben nyugati dominancia van. Az, hogy kikerüljön be, erre nagyon jó példa, amit most mondtam, a Modi-Biden találkozó, az Egyesült Államokkal tárgyalt arról, az indiai miniszterelnök, hogy az ENSZ BT-ben, a biztonsági tanácsban szeretne állandó helyet, nem az ENSZ főtitkára. Majd azt is az Egyesült Államok dönti el, hogy azt is, hogy esetleg mikor lesz béke Ukrajnában. Ezzel azt is mondod, hogy akkor a nemzetközi szervezeteket újra kellene gondolni? Ez biztos, hogy újra kellene gondolni, a Világbanktól kezdve az IMF-en keresztül, mert valóban mindegyiknek nagyon erős nyugati dominanciája van, nagyon komoly nyugati fölénye is van, és a nemzetközi pénzügyi világban is azért érezhető egy nyugati fölény. Független attól, hogy ezek az országok, amelyekről pont az elmúlt percekben beszéltünk, Törökország, Kína, Oroszország, Szaudarábia, de főleg az öböl országok a 70-es évek elejétől, ugye bevezették szintén megint Kissingernek köszönhetően a petrodollár, tehát a világ olajkereskedelmének egyet, egyetlen egy devizája volt az a dollár, most pedig nem. És hogyha visszautalok a, Brexit, a, a BRICS-nek a bővítésére, az új hat országgal a világ olajtermelésének a felét ez a 11 ország tudja adni. Tehát meg fog változni a világ olajkereskedelme is, ami nem USD alapú, ami nem amerikai dollár alapon működik, hanem működhet yuan alapon, török lira alapon, indonéz rupia alapon, teljesen mindegy, mert ezek a szereplők a globális dél és kelet, megállapodtak az elmúlt fél évben, hogy elfogadják egymás közötti kereskedelemben akár a rubelt, akár a török lírát. Ez is majd változást fog hozni. Nem azonnal, ez nem hétfőről kedre érinti a dollárt, de majd néhány trillió dollárnak a, a, kiesése majd érezhető lesz. Beszéltél egyrészt a nemzetközi átalakulásról, egy újra rendeződésről, ami nem úgy érik, hanem már zajlik, hogyha jól értettem, amit mondtál. Beszéltél arról is, hogy bízol benne, hogy nem lesz háború, és talán nem lövök mellé, hogy azt mondom, valaki egyszer diplomata, akkor mindig diplomata, tehát ebből a szempontból a diplomáciát tekintve optimista vagy. Kérdésem az, hogy nem naivitása azt gondolni, hogy ebből, ebből a rengeteg mikrofeszültségből nem fognak kitörni újabb akár proxi háborúk, akár kisebb fegyveres konfliktusok, vagy inkább úgy kérdezem, hogy vannak-e olyan érettek a szereplők, a korábbi nagyhatalmi szereplők, akik ugye benne akarnak maradni, itt most Nagy-Britanniára gondolok, Egyesült Államok, és azok az új szereplők, hogy azt mondják, hogy nekünk több tér kell, hogy ezt a konfliktust, ezt az újraelosztást ne fegyverekkel rendezzék, hanem nem tudom, egy kávé mellett, vagy viszki mellett, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. A legfontosabb szó, amit mondtál, a szereplő. A szereplőkön múlik. Sőt, a főszereplőn. Ki a főszereplő? Két, hát ma mondjuk öt politikus a világban. De Tehát öt szereplő van? Vagy legyen hat, senkit nem akarok megsérteni. A lényeg, de akkor nem hogyha egy. akár... Nem, de hogy egy. Uh -huh. hogyha, de hogyha az Egyesült Államok úgy dönt, a szavazók, hogy egy új főszereplő lesz, vagy jövőre Európában mi, Európai Uniós szavazó polgárok, választó polgárok úgy döntünk, hogy új főszereplő lesz, akkor ez lehet egy teljesen békés átalakulás. És lehet, hogy az árkokat elkezdjük visszatemetni. Nem kell mindenkit átölelni, még a magánéletünkben sem, nemhogy a világpolitikában, de nem mindegy, hogy Tajvanról beszélünk, a harmadik világháborúról, vagy valamilyen új gazdasági alternatív út van arról, amit Biden kezdeményezett, például a G20 csúcson mai Vietnámban Kína ellen. Tehát lehet gazdaságilag versenyezni, de nem kell Tajvanra menni politikai delegációnak ami ugye Pelosi asszony vezetésével többször is megtörtént, sőt, még republikánus szenátor is ment. Tehát a provokáció nem ugyanaz, minthogyha én szeretném megtartani az első számú világhatalom pozíciómat, gazdaságilag és politikailag. Eddig is szerette volna megtartani az Egyesült Államok, mégsem provokált. Kissinger azért Tartotta tiszteletben a világ nagy hatalmainak az érzékenységét, és azért mondta ezt több elnöknek, hogy ezzel megtartsa az Egyesült Államok a világ vezető szerepét, első számú vezetője szerepét. Tehát ez nem fele baráti szeretetből volt, azért választok le valakit, hogy az ellenfele meggyöngüljön, vagy azért hozok be még egy szereplőt, hogy az Egyesült Államok maradjon a szuperhatalom. De hát éppen azt látjuk, hogy minél inkább több konfliktus van a világban, minél inkább kontraproduktív az amerikai külpolitika, annál inkább gyengül a nemzetközi szerepe az Egyesült Államoknak. Tehát Ukrajna, Ukrajnával kapcsolatban se lesz erősebb az Egyesült Államok. Még hogyha rövid ideig nagy nyertese is, akár gazdaságilag, de a nap végén nem. Jól értem, akkor és ez a műsünk végigcsengése is lehetne, hogy végül is az embereken múlik. Szavazókon múlik, hogy lesz, így vagy van. nem lesz. Ez így van. Azért mondom, hogy lehetne, mert van még egy dolog, ami diplomácia, és már akarok tőle, tőled kérdezni, ez pedig az, hogy most kedv van, ma este leszünk adásban, viszont nagyon érdekelne, hogy a csütörtökön kezdődő demográfiai csúcs diplomáciai szempontból hogy néz ki, hogyan értékelhető, hiszen ez egyre inkább tűnik, úgyhogy nem feltétlenül csak egy ilyen tudományos találkozó, hanem mint hogyha valami diplomáciai műhely, vagy egyeztetés, vagy csúcs. Épp erről beszéltem az előbb, csak nem mi fújjuk a világban azért a diplomáciában a passzát szelet, még akkor is, hogyha nagyon büszke magyarok vagyunk. De most vagyunk. két napig igen. Így van, és, és az elmúlt hónapokban azért már többször fújtuk. De például itt van egy ilyen kezdeményezés, ami nem is olyan fiatal, ez 2015 óta van, hogyha jól emlékszem, ugye a köztársasági elnökünk több feladat körében is a házigazdája volt, és kezdeményező egyébként, mint kormánytag is ennek a kiváló nemzetközi fórumnak, aminek mindig Budapest adott otthont ugye a családokért és a fiatalokért felelős államtitkárként, tárcanéküli miniszterként is, és köztársasági elnökként is kezdeményezője és támogatója egy ilyen fórumnak. Ilyen fórumokról kell beszélni, ilyen fórumokat kell kezdeményezni. A nyugati világunknak az egyik legnagyobb veszélye, például van több, de ami hosszú távú és nagyon veszélyes, az a demográfiának a helyzete illetve az, sokkal kevesebb gyermek születik a fejlett világban, nyugaton, mondhatnám azt is, hogy akár a keresztény világban, mint mondjuk az arab országokban, vagy Ázsiában. Sokkal nagyobb a népességnek a növekedése szegény Afrikában, ahol éheznek, és utána mondjuk elindulhat geopolitikai gócpont, de még a terrorizmus is potenciális veszély, mint mondjuk a jóléti nyugaton, és látható, hogyha a demográfiáról beszélünk, és az ennek begyűrűző hatásairól, ez mennyire előremutató jelenség lehet és tárgyalás a partnereinkkel, mint hogyha vitatkozunk. És tényleg Ugye most több vád érte Magyarországot, hogy miért nem tárgyalunk nyugati politikusokkal, augusztus 20 kapcsán diplomáciai nagyüzem volt, ugye a tűzijáték előtt után, az atlétikai világbajnokság alatt is, most megint mondhatjuk, hogy folytatódik a diplomáciai nagyüzem. Tehát nem tárgyalunk. De tárgyalunk, tárgyalunk hiszen, Mi az olasz, hiszen, hiszen Olaszország első női miniszterelnöke is itt lesz velünk, Georgia Meloni. Kis nagyon szépen köszönöm, köszönöm a beszélgetést. Nagyon-nagyon szépen, szépen köszönjük a Mandiner nézőinek és hallgatóinak, hogy követtek, hallgattak bennünket. A beszélgetősünket innen a Scruton belvárosból kövessenek és hallgassanak bennünket továbbra is. Jövünk a héten további műsorokkal, viszont látásra, viszont hallásra. Iratkozzanak fel a csatornánkra és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.